Ragyogó szép napot mindenkinek! Itt személyesen a nap beszél, és ez itt a Szánhilodó. Örömöm szavakkal nem leírható, hogy ma is itt vagytok. Vágjunk is bele a gaming világ legújabb híreibe. Már szerintem sokunkat nem is ér meglepetésként az, hogy a média a videójátékokra úgy tekint, mint magára az ördögre, csak digitális formában. Ha egy erőszakos, tragikus vagy bármilyen sajnálatos eset híre üti fel a fejét, annak a kiváltókát előszeretettel vetítik a videójátékokra. Bár természetesen a számítógépes játékok okozhatnak nagyobb függőséget, de úgy, mint számtalan más esetben is, a fő feladat és felelősség a szülőké kéne, hogy legyen. Általában, hogyha valakit rosszabb irányba visznek el a játékok, az a szülői felügyelet és nevelés teljes hiányából származik általában, ami már nagyobb probléma, mint maga a játék. Ezt a pakisztáni kormány máshogy látja, és saját kezükbe vették az ügyet. A gyermekek mentális egészségét és szellemi fejlődésének megóvását tűzték célul, és egy mozdulattal sikerre is vitték az ügyet, ugyanis a PUBG-t kibannolták Pakisztánban. Mint mondani szokás, nem minden hős visel köpenyt. Jelentésük szerint a PUBG addiktív természete egészségügyi kockázatot jelentett a gyermekek fizikai és szellemi egészségére. A társadalom több szegmenséből érkeztek panaszok, ezáltal átmenetileg kitiltották a játékot, és július 10-én újra megnyitják a vitát arról, hogy mi legyen a PUBG sorsa. Rendkívül felelősségteljesnek tartom a döntésük, és csak a kalapomat tudom emelni előttük. Sikerült az összes pakisztáni gyermek életét megmenteni ezáltal, így egy virágzó korszak veheti végre kezdetét társadalmukban, a földi béke beállhat, és egy kiegyensúlyozott, vidám és harmonikus életszínvonal váltja fel a sötét hétköznapokat hamarosan. Ha pedig nem, akkor mernek Fortnite-ozni. Ha más játékra szeretnél ráfüggni, itt a lehetőség. Egy közösség által fejlesztett Team Fortress 2 mód jött ki, a TF2 Classic. Ha egy régi motoros vagy csak alapvetően a játék szerelmese vagy, akkor talán érteni fogod a következő hírt, mert én csak félig meddig. De a lényeg, hogy egy önkéntes fejlesztő csapat elhozta a régi TF2 élményt, és újra gondolta a 2008 és 2009 közötti érát, ami az alapjáték tulajdonságait tartalmazza. A módban megtalálhatóak olyan játékelemek és vonások, amik még anno a fejlesztés során el lettek törölve, de új dolgokkal is bővül, mint például új fegyverekkel és játékmódokkal. A játékmódok között megtalálható az eredeti Capture the Flag, egészen az úgynevezett Special Delivery, illetve VIP és Domination is bekerül, ami egy szintúgy saját fejlesztésű kreálmányuk. Ezen felül bizonyos játékmódok kettő új csapattal bővülnek, így akár négy különálló csapat is lehet egy pályán a sárgákkal és zöldekkel bővülve. A fejlesztők ígérete szerint a TF2 Classic rendszeres frissítést fog kapni, ellenkezőleg az eredeti játékkal. Ha ez felkeltette az érdeklődésed, a leírásban találsz majd egy linket róla, ahol akár le is töltheted. Ha inkább a mobil gamerek közé tartozol, ne csüggedj, mert számodra is van egy fantasztikus hírem. Már lehet unjátok, hogy egyre több a manipulatív és rendkívül félrevezető telefonos játékhirdetés. A tipikus példája ezeknek a gyöngyszemeknek, az embereknek csak a 10%-a tudja megoldani, és hasonló rendkívül bugyuta játékok, amiknek a valós játékmenetük merőben eltérnek attól, amit ígérnek. De szerencsére még van remény, ugyanis itt van a... Na ezt már nevezem hirdetésnek. A gyakorlatilag egyből az ember arcába tolják a segget, egyből a lényegre térnek. Ahogy megláttam ezt a hirdetést, már is le akartam tölteni, csak előtte még ki kellett be... Mármint kinevettem, hogy létezik ilyen egyáltalán. Ezekre már tényleg nincsenek szavak. Még hogyha tényleges gameplayt nézzük, akkor sem lehet különbséget tenni, hogy most éppen hirdetést vagy a játékot nézzük valójában. Viszont a komu hirdetések után jöjjön egy valós. Ha tényleges lövöldözésre vágytok, akkor a G2-en azt megtalálhatjátok. Bár itt segrászkódás talán nem fogtok látni, de amitek van, az összeszorulhat, ugyanis a PUBG most 59%-kal olcsóbb. Ha nem pakisztáni vagy, itt a remek lehetőség, hogy lecsap rá. Ha esetleg a játék nem vonzana, akkor is számtalan jó akció közül válogathatsz, amiben bele is kezdhetsz a leírásomban található linkre kattintva. Jó vásárlás mindenkinek! Az eddig PS4 exkluzív Horizon Zero Dawn 2020. augusztus 7-én meg fog jelenni PC-re is. A Complete Edition néven árult PC-s verziója a Frozen Wilds kiegészítővel jár, ami egy pár extra játékbeli tárgyal is el fog minket látni. A játék támogatni fogja az ultraszéles kijelzőket, több mint 60 FPS-ben játszhatjuk, és vadul nekiesetünk a grafikai beállításoknak ízlésünk szerint, vagy leginkább a számítógépünk ízlése szerint.
A Trackmania videójáték sorozat egy újabb része bűvült a Trackmania Nations Reboot-tal. Ha a versenyzős játékokért oda vagy, akkor erre érdemes egy pillantást vetni, ugyanis az Epic Games Store-on ingyenesen elérhető. A játéknak van előfizetésen alapuló része, ha az extra tartalmakra vágysz, de alapvetően elég sok pályát élvezhetsz, amin végighasíthatsz, és a saját, illetve akár a megyéd rekordját is döntögetheted. Ha versenyszellemi vagy, talán túlságosan könnyen rá lehet függni a játékra, mert folyamatosan tökéletesíteni akarod a részidőd. A versenypályák általában nem túl hosszúak és nem is összetettek, de több próba fog kelleni, hogy tökéletesítsd és akár megszerezd a legnagyobb fokozatú érmét. A Shadow Warrior széria harmadik része belet jelentve egy rendkívül szórakoztató videóval és a főhősünk Lo Wang negyedik falat áttörő monológiával. A játék megjelenésére 2021-ben kerül majd sor, és valószínűleg meg fog jelenni mind PC-re és konzolra is. Hey, Vern! How's my favorite agent doing? Yes, sir. On my way to the reveal trailer right now. Ha az eddig elhangzott számtalan játék közül egyik sem nyert el a tetszésed, talán itt az ideje, hogy esélyt adj a Watch Dogs 2-nek. A játék harmadik része, a Watch Dogs Legion már készül is, aminek a bemutatója július 12-én fog megtörténni a Ubisoft Forward rendezvény keretein belül. Emellett az Assassin's Creed Valhalláról is ekkor fogunk megtudni több részletet. A hype fokozásának érdekében a fejlesztők úgy döntöttek, hogy a Watch Dogs 2-t limitált időre ingyenesen elérhetővé teszik. Mindenképpen érdemes követni a vele kapcsolatos híreket, hogyha nem szeretnénk erről a lehetőségről lemaradni. Köszönöm, hogy velem tartottatok a Szánhíradó eheti részében. Hogyha tetszett, akkor tudjátok, hogy mi a dolgotok, illetve iratkozzatok föl, hiszen tudjátok, új nap, új hírek. Én Szán voltam, és ne feledjétek, hogyha valamit el akartok adni, akkor azt seggekkel tegyétek.